Köszöntöm a Terézvárosi Magazin nézőit. Önök a Budapesti Rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányság tájékoztatóját, a Terézvárosi Kék Híreket látják. Farkas Piroska rendőrszázados vagyok. Hatóságunkon eljárás indult garázdaság vétség gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik 2019. október 9-én délután 4:30 körül egy 6. kerületben lévő bevásárlóközpont tetőteraszán cigarettát kértek egy pártól, de mivel nem kaptak, egyikük többször pofon ütötte a pár férfi tagját, a másik feltételezett elkövető pedig felé rúgott. A feltételezett elkövetőkről felvétel készült. Kérjük, hogy aki a felvételeken látható férfiakat felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyük vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. Nyomozást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki 2019. augusztus 18-án, 19-én és 22-én Budapest 6. kerület nyugati tér egy szám alatt lévő DM üzletből eltulajdonított összesen 5 darab brown borotvát. A lopással okozott kár 92.995 forint. Az elkövetőről a biztonsági kamera felvételeket készített. Az elkövető 18-22 év körüli férfi, aki fekete baseball sapkát viselt, simléderrel hátrafelé, kék feliratos pólót és világos rövid nadlágot, valamint sportcipőt viselt. Fekete váltáskáját a jobb állán hordta. Kérjük, hogy aki a képen szereplő szemét felismeri, személyazonosságával, felelhetőségi helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. Végezetül pedig egy örömhír. A Terézvárosi Térfigyelő Központ kamerakezelője, aki szintén 6. kerületi rendőr, 2019. október 27-én reggel 5:50 körül észlelte, hogy a Budapest 6. kerület Terézkörút 55 szám alatti nyugati pályaudvar 4-es-6-os megállójában egy fiatal férfi elaludt a várakozásra kijelölt padon, és őt több férfi körbeveszi és beszélnek hozzá, valamint többszöri alkalommal tesztelték, hogy ébren van-e. Az érintett kamerakezelő rendőrjárőrt értesítette a helyszínre, közben az érintett kamerát a sértett figyelésére állította. Az érintett kamera teljes egészében rögzítette, ahogy a két elkövető próbálja a sértett karján lévő karórát lerántani, amely nem sikerült. Ezt követően az alfó sértett ruházatából elvették a nála lévő iPhone 8 Plus típusú mobiltelefonját, majd azt saját ruházatukba rejtették. A helyszínre érkező rendőrjárőrök a két elkövetőt a helyszínen elfogták, majd a ruházat átvizsgálását követően előkerült a sértett tulajdonát képező mobiltelefon. Az elkövetőket a budapesti 6. kerületi rendőrkapitányságra, hatóságon kezdeményezte letartóztatásukat az ügyészségnél. A sértett visszakapta telefonját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!